Az ENSZ 4 milliárd dollár támogatási igényt jelentett be az Ukrajnában élők és az országból elmenekülők megsegítésére a 2024-es évre. Az összeg mintegy háromnegyedét, 3 három milliárd dollárt az Ukrajnán belül élő 8,5 millió rászoruló támogatására szánják. A fennmaradó 1 milliárd dollárt az országon kívüli menekülteknek és a befogadó közösségeknek juttatnák el, írja az Ukrinform. A frontvonal oldalban lévő városokban és falvakban az emberek kimerítették szűkös erőforrásaikat, a túlélés érdekében segélyre szorulnak. Áll az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatalának és az ENSZ menekültügyi ügynökségének közleményében. Ukrajnát az utóbbi időben intenzív orosz légitámadások érték. Kijevi tisztviselők szerint több mint 500 drónt és rakétát semlegesítettek, csak december 29-e és január 2-a között. Csak nem két évvel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az EN szerint az országban 14,6 millió embernek van szüksége humanitárius segítségre, míg mintegy 6,3 millióan elmenekültek az országból.